Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Bábolna város lakosságát. 2024. március 25-e van, hétfő. 18 órára hívtuk össze a képviselőtestület teljes ülését, rendes munkatárgy szerinti ülését. Nagy csütörtökre tekintettel ma a hétfői napon tartjuk meg. Munkatárgy szerint csütörtökön tartottuk volna, de ma hétfőn tartjuk a testület ülést. Elnézést kérek a település lakosaitól. Elhúzódott a pénzügyi bizottság ülése. Már fél öt óta ülése Szociális Bizottsági Üléssel kezdtük, ezt követően a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésezett, és most az ülések előterjesztése alapján a képviselőtestületi ülést tartjuk meg. Határozatképesek vagyunk, hétfő képviselő mindegyike jelen van, tiszteltel köszöntöm őket, köszöntöm hivatalunk jegyzőjét dr. Bacsádi Józsefet, valamint megjelent intézményvezetőinket. Napirendi pontok tekintetében hat fő napirendi pontra tettünk javaslatot a testület tekintetében. Az egyes napirendi pontban van rengeteg plusz napirendi pontunk a Szociális és a Pénzügyi Bizottság tekintetében egyaránt, valamint további zárt ülésre tettünk még javaslatot három napirendi pontra. Kérdezném, hogy további napirendi pontok tekintetében van-e valamelyik képviselőnek javaslata, módosítási igénye? Veresnyeszkocsek Mária. Köszönöm szépen, egy lakossági megkeresés lenne egyébek napi rendi pontban. Köszönöm. Köszönöm. Jegyző úr. Egyébekben szeretnénk, hogyha az önkormányzatnak a közbeszerzési tervét módosítaná az önkormányzat képviselőtestülete, illetve az átülés keretében egy korábbi testi döntés módosításra lenne szükség. Köszönöm szépen. Valakinek még további igénye? Módosítási igény, amennyiben nincs, akkor szavaznánk, aki elfogadja a módosított testületi ülési napirendi pontokat, az most szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására, amely első napirendi pontunk. Beszámol a két ülés között történt eseményekről, lejárt határidő határozatokról és a bizottság által hozott döntésekről. A lejárt határidő határozatoknak a teljesítéséről számot adtunk. Jegyző úr készített el az anyagot, a két ülés között történt eseményekről a beszámolót én tettem meg, amennyiben ezekkel kapcsolatban kérdés lesz, természetesen válaszolunk. A bizottságok által hozott döntések, tehát a korábbi mai napon megtartott bizottsági döntések ismertetésére kerül sor. Elsőként a Szociális és Oktatási Bizottság napirendi pontjai következnek Tóth Georgina. Köszönöm szépen a szót, tisztelettel köszöntök mindenkit. A Szociális és Oktatási Bizottság nyílt ülés keretén belül nem tárgyalt olyan napirendi pontot, ami a testületi ülést ne érinteni. Zárt ülés keretén belül a segélykérelmeket tárgyaltunk. Ennek keretén belül egy főnek 40 ezer forint rendkívüli települési támogatást juttatunk, egy főnek 3 havi térítésmentes étkezést plusz ennek a kiszállítását, illetve 3 havi 10 ezer forint per hó összegben élelmiszercsomag kerül kiosztásra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az ismertetést. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozatok, itt rendkívül sok döntés született. Veresnyeszkocsek Máriának asszony. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, a televízió nézőit is. A mai bizottsági ülésünkön 15 olyan napirendi pontot tárgyaltunk, amely a testületi ülésen nem kerül megtárgyalásra, úgyhogy előre is elnézést kérek, kicsit hosszú lesz a napirendi pontoknak az ismertetése, de igyekszem majd gyorsan összefoglalni. Tájékoztatót hallgattunk meg az államháztartáson kívüli források átadásáról. Ez annyit jelentett, hogy az önkormányzat minden évben támogat szervezeteket, egyesületeket, akik különböző rendezvényeik megvalósításához igényelnek támogatást. Ennek megvan a módja, hogy szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni, megadott határidőig is természetesen a pénzt arra az összegre szabad csak felhasználni, amire a támogatást kértük, vagy kérték ezek a szervezetek. Valamennyi ilyen egyesület és szervezet számolt a 2023. évben kapott támogatással, ezért bizottságunk határozata a következő. Megállapítjuk, hogy a 2023. évi önkormányzati támogatásokról szóló elszámolások a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalba beérkeztek. A beérkezett támogatásokról szóló beszámolókat a jegyző és a gazdálkodási iroda vezetője véleménye alapján jelen határozat egyes mellékletében foglaltak szerint Bábolna város önkormányzat képviselőtestületének az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 11/2020-as önkormányzati rendeletének 8. paragrafus alapján elfogadja. A következő napi rendi pontunkban beszámolót hallgattunk meg a kistérségi társulás működéséről. Itt a belső ellenőrzés, gyepmesteri tevékenység, jelzőrendszer, egyéb segítségnyújtási tevékenységek kerültek terítékre. Egy nagyon korrekt anyagot kapott a képviselőtestület, illetve a bizottságunk is. Ennek értelmében a pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a képviselőtestületnek a Komárom és környéke önkormányzati társulás 2023. évről szóló beszámolóját. Következő napi rendi pontunkban a 2023. évi belső ellenőrzési jelentést tárgyaltuk. György Árpád a belső ellenőr, aki részletes tájékoztatást adott a előző évben végzett tevékenységéről. Ennek értelmében bizottságunk a 2023. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Következő napirendi pontunkban javaslattétel a Bábolna Városgazda Kft. Tulajdonában álló bérlakások bérleti díjának a megállapítására. Két ilyen bérlakásunk van. Minden évben felül kell vizsgálni ezeknek a bérlakásoknak egyrészt az árát, a bérleti díját, illetve az itt lakók szerződését. Egy évre kötjük mindig a szerződést velük, ez a szerződés lejár, így mindkét esetben, mindkét lakó esetében a bérleti szerződés egy évvel meghosszabbításra kerül, és bizottságunk 130 000 forint per hó bérleti díj megállapítását javasolja a képviselőtestületnek az elkövetkezendő évre. Következő napi rendi pontunkban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos beszámolót vitatta meg bizottságunk. Itt kiderült, hogy a lakossági fogyasztás az 0 köbméter volt, a közületi pedig 290 köbméter. Így bizottságunk elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a Baromfi Service Kft. Tájékoztatását a 2023. évben összegyűjtött háztartási szennyvíz adatokról. Következő napirendi pontunkban tervező kiválasztása a téglárium építéséhez napirenddel foglalkoztunk. A tégláriumnak a megvalósulása egy topos pályázati projekt keretében valósulna meg. Három tervező közül kellett választani, mindannyian beadták az árajánlatot. Nyilván a legjobb árajánlatot fogadja el a pénzügyi bizottság, és javasolja a képviselő testületnek, hogy a tervezés díjának forrásaként a TOP plusz támogatói okiratban foglalt 41.587.101 forint támogatást jelöli meg, hatalmazza fel a polgármestert a tervezési szerződés aláírására, és az Udvar Kft. Ajánlatát fogadja el az előbb ismertetettek alapján. Következő napi rendi ponton kommunális eszközök értékesítéséről szólt. Két vállalkozó szeretne olyan eszközöket megvásárolni, amelyre a lehetőségük nyílik, mindketten az önkormányzati területeknek a karbantartását végzik, a Martonosi Garden, illetve a Müller Green Kft.-ről van szó. A bizottságunk azt javasolja, hogy az önkormányzatnál tartott nyilvántartási érték szerint, illetve bizonyos eszközök esetében az általuk javasolt összegben kerüljenek eladásra ezek az eszközök a két vállalkozónak. Következő napirendi pontunkban támogatási kérelmekkel foglalkoztunk. A Bábolnai Általános Iskolának az alapítványa 300 000 forintos kérelmet szeretne eszközölni a gyermeknapi programjai megvalósítására. A TIAMO Egyesület szeretne 650 000 forintot a működéséhez, illetve a nyári tábor szervezéséhez ingyen szeretni a sportcsarnokot
megkapni, illetve a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 150 ezer forint támogatást szeretne kérni véradások, illetve egyéb programjaik szervezéséhez. Bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Bábolnai Általános Iskola, a Bábolnai Iskolánkért Közhasznú Alapítvány gyermeknapi rendezvény lebonyolítására irányuló 300 ezer forint támogatási kérelmét fogadja el. A bizottság javasolja, hogy a támogatás összege Bábolna Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének terhére kerüljön megfizetésre az alapítványnak, mint támogatott részére. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a támogatottal a támogatási szerződést kösse meg. A TIAMA Modern Tánc és Közösségi Csoport Egyesület támogatási kérelme esetében is javasoljuk, hogy a 650 ezer forint támogatási kérelmet fogadja el a képviselőtestület az előbb ismertetettek alapján, és javasoljuk, hogy a nyári táborukhoz ingyenesen biztosítsuk számára a sportcsarnokot. És a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete támogatási kérelmének a kérelmét is támogatnánk a 150 ezer forint összegben a helyi rendezvényeknek a megvalósítására az imént ismertetettek alapján. A következő napi rendi pontunkban termálkutak és gázmotor üzemeltetésére irányuló ajánlattal foglalkoztunk. Itt egy nagyon részletes munkaköri leírást került kidolgozásra az üzemeltetésre vonatkozóan, és felkérjük a hivatalt, hogy a vállalkozóval, Erdelics Jánossal ezt az új szerződést újra tekintse át, és az összegről pedig folytasson további egyeztetéseket. Következő napi rendi pontunkban a bábolnai biókérelmével foglalkoztunk. Egyrészt egy útépítési kérelemmel fordult hozzánk. Nem javasoljuk az útépítés támogatását, egyrészt azért, mert még építkezések folynak azon az útszakaszon, ahol ő majd utat szeretne kialakítani, másrészt pedig ennek az útnak az útépítés se az majd csak pályázati forrásból lesz majd megvalósítható, de amíg az építkezés zajlik, addig semmiképpen nem javasoljuk az útépítésnek a támogatását. A másik kérelme pedig az volt, hogy útburkolat szegélyt szeretne kialakítani, hiszen zöld területet hoz létre. Itt pedig az a határozati javaslatunk született, hogy az önkormányzat ennek az útburkolati szegélynek a megépítésére kössön majd szerződést a zárajánlatot benyújtóval. Következő napi rendi pontunkon a Széchenyi lakótelep parkoló felfestésére érkezett egy javaslat. Az ott lakók szeretnék a parkolást úgy segíteni, hogy ezeket a parkolóhelyeket felfesteni az önkormányzat, hogy lehessen látni, hogy hol lehet az autóknak valójában parkolni. Ezzel kapcsolatosan a bizottságunk azt a határozati javaslatot hozta, hogy természetesen támogatjuk ezeknek a parkolóhelyeknek a felfestését, de mivel parkolók kialakítása zajlik majd a Széchenyi lakótelep F épülete mögött, ez a két projekt ez együtt valósuljon majd meg. Következő napi rendi pontunkban Mikulásgyárra vonatkozó javaslattal foglalkoztunk. Ez a Mikulásgyár az idén jubileumi esztendőtől 20 éve működik. Egyrészt szerették volna kérni, hogy gyűjtőpontot hozzunk létre Bábolnán november végétől, ahol adományokat lehetne fogadni. Bizottságunk ebben a pontban úgy döntött, hogy Bábolna ehhez túl kis település, hogy itt 11 napon keresztül adományokat gyűjtsünk egy gyűjtőpontnak a segítségével. A másik része pedig ennek az ajánlatnak az volt, hogy ismét ellátogathatna Jónu Pukki Bábolnára itt a jubileumi év kapcsán. A képviselőtestületnek bizottságunk azt javasolja, hogy a 20 éves jubileumi évforduló kapcsán ismételten támogassuk azt, hogy a Mikulás a bábolnai és a környékbeli gyermekek örömére ismételten ellátogathasson Bábolnára. A következő napi rendi pontunk egy ingatlan bejegyzéssel
foglalkozott elidegenítési tilalom került egy ingatlanra, mert a beépítési kötelezettségét, mert itt a beépítési kötelezettséget teljesíteni szükséges. Mivel ez a beépítés ez megtörtént, ezért bizottságunk azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy az 1221-es helyrezi számú ingatlanra vonatkozóan az elidegenítési tilalom bejegyzés törléséhez járuljon hozzá, mivel a tulajdonos a beépítési kötelezettségének eleget tett. Következő napi rendi pontunkban a Symmetric Kft. Kérelmével foglalkozott elég hosszasan a bizottságunk. Ők egy lakópark kialakítását terveznék. Itt a szabadidőközponttal majdnem szemben található területeken adtak is be tervjavaslatokat különböző épületegyüttesekre. Nagyon-nagyon sok épületet, lakó építményt szerettek volna társasház, tömbház, illetve családi ház formájában kialakítani. Bizottságunk ezt azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Kft.-nek ezt a kérelmét utasítsa el, és ne támogassa. Egyebek napi rendi pontban két képviselői felvetéssel foglalkoztunk. Az egyik ilyen kérelem az volt, hogy a strandnál parkoló autók nagyon gyakran már a fűre parkolnak, és nagy kárt okoznak, illetve tönkre teszik a füvesített területet, ezért bizottságunk felkéri az önkormányzatot, hogy táblák kihelyezésével ezt szüntesse meg, vagy próbálja megakadályozni. A másik felvetés pedig az alpolgármester úr örömteli hírt közölt a bizottsággal, a BSE a LEADER pályázaton 7 millió forint összeget nyert el, amiből a BSE fűnyíró traktort szeretne vásárolni, de mivel ez a pályázat utófinanszírozó, tehát először meg kell vásárolni az eszközt, csak utána kapják meg a pályázati támogatást, ezért kérte, hogy az önkormányzat ezt az összeget előlegezze meg. A pályázati összeg pedig pályázati összegből természetesen kiegyenlítésre kerül. Bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek, hogy ezt fogadja el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó, hosszú ismeretés volt, de részletes. Köszönjük. Nem tudom, hogy itt az első napi rendi ponthoz kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, a véleménye bármelyik részponthoz, szociálbizottsági határozathoz, pénzügyihez, lejárt határidejű határozatok, beszámoló két ülés közötti. El tudjuk fogadni? Igen. Tehát akkor az első képviselőtestületi határozatunk a következő lesz. Elfogadjuk a pénzügyi és településfejlesztési bizottság ismertetett határozatait, elfogadjuk a Szociális és Oktatási Bizottság ismertetett határozatait, valamint a lejárt határidő határozatokról és két ülés közötti időszakról szóló beszámolót tudomásul vesszük. Aki ezzel egyetért, kérem készülésre jelezze. Köszönöm szépen egyhangú. Átérünk a második napi rendi pont tárgyalására, amely második napi rendi pontunk, településképi rendelet módosítása. Átadom a szót jegyző úrnak egy rövid ismertetésre. Köszönöm szépen a szót. A tavaly éppen módosultak a építési jogszabályok, és a jogszabályok alapján ki kellett vezetnünk a településképi rendeletből a reklámhordozókra vonatkozó szabályozást. Ezt a főépítésszel megkonzultáltuk, a főépítész jóváhagyta a hivatal által elkészített rendelet tervezetet, a képviselőtestület döntésével pedig eleget tehetünk a központi jogszabályok által támasztott követelményeknek, azaz kivezethetjük a reklámhordozókat a helyi rendeletből, így fogunk harmonizálni a központi jogszabályokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tehát szeretném megerősíteni, egy jogszabályi automatizmusnak teszünk most itt eleget, tehát kormányrendelet alapján. Pénzügyi bizottság határtan kismeretetésére kerül sor. Köszönöm szépen, bizottságunk a településképi rendelet módosítását elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése ehhez? Szeretném jelezni, hogy minősített többség szükséges a településképi rendelet módosításához. Aki támogatja az 5/2024-es számú önkormányzati rendeletünket, azt kérem, hogy szavazzon. Köszönöm szépen.
Harmadik napi rendi pontunk, szolgáltatási önköltségek megállapítása. A jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben a márciusi testületi ülésen kerül sor a szolgáltatási önköltségekre az előző évi tényadatokból történt kiszámolások alapján. Ezt a munkát az alapszolgáltatási intézményünk vezetője, a pénzügyi csoportvezetőnkkel együttesen elvégezte, valamint előterjesztésre került a szociális rendeletre vonatkozó jövedelem határok megállapítása is, tehát ebben is javaslatot tettek az emelésre, mint egy 20%-os emelés tekintetében. Az önköltség számításokat a képviselőtestület tagjai részére kiadtuk, ugyanúgy, ahogy az intézményvezető által elkészített anyagokat is. Ebéd tekintetében a fajlagos költséget 1149 forintban javasoljuk megállapítani. Az ebédkiszállítás fajlagos költségét 369 forint per nap per háztartás összegben, a nappali ellátás fajlagos költsége 2848 forint per nap per fő összegben került a táblázatba, és a házi segítségnyújtás fajlagos költsége pedig 19267 forint per óra összegben került megállapításra. Ezt a napi rendi pontot mindkét bizottság tárgyalta, elsőként a Szociális Bizottság határozata következik. Köszönöm szépen. 17/2024-es határozatunkkal bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek. Első, a Báboli Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője által előterjesztett jelen határozat első mellékletét képező önköltségszámításokat fogadja el, illetve az imént említett önköltségszámításokat is fogadja el tisztelt képviselőtestület. 18/2024-es számú határozatunkban bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek, hogy a bölcsődei ellátásra vonatkozó önköltség 850 forint per fő per napban határozza meg, viszont a bölcsődei szolgáltatási díj 500 forint per fő per nap barantjon. 19/2024-es számú határozatunkban bizottságunk elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021 önkormányzati rendelet módosítását az alábbi térítési díjjavaslatokkal. Egy ebéd fajlagos költsége a javasolt díj 1145 forint legyen, illetve egy ebéd kiszállítási fajlagos költsége javasolt díj 365 forint per háztartás per nap legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. A mi határozati javaslatunk szó szerint megegyezik az imént hallottakkal, úgyhogy nem szeretném újra ezt felolvasni, úgyhogy ugyanez a határozata a bizottságunknak, mint a szociálisnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindkét intézményvezetőt érinti az előterjesztés. Van-e valami szóbeli kiegészítés vagy kérés, hogy elfogadhatóak ezek a tételek? Igen? Köszönöm szépen. Jegyző úr, valami kiegészítés? Nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Szeretném elmondani, hogy kettő képviselőtestületi határozatot fogunk hozni. Elsőként a szociális intézményre vonatkozó önköltségi árakat, aztán a bölcsődei önköltségi árat, és utána pedig a minősített többséggel a szociális és gyermekvédelmi ellátósokról szóló önkormányzati rendeletet fogjuk módosítani, amiben a tényleges költségeket megállapítjuk. Tehát a képviselőtestület az önköltségszámításokat elfogadja, a beterjesztett önköltségszámításokat, az ismertetett összegek, az ebéd fajlagos költsége 1149, kiszállítás fajlagos költsége 369 forint, nappali ellátás fajlagos költsége 2848 forint, a házi segítségnyújtás fajlagos költsége 19267 forint per óra. Tehát ezek fix tételek, ezzel nem tudunk változtatni, ez a számszaki adatokból jöttek ki. Aki ezt támogatja, ennek elfogadását, ezt kérem készülni, és se jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Következő képviselőtestületi határozatunk a bölcsődei díjra vonatkozik, tehát a képviselőtestület elfogadja a bölcsődei ellátásra vonatkozó szolgáltatási önköltséget 850 forint per fő per napban, azzal, hogy nem változtatunk a bölcsődei térítési díjon. Aki ezzel egyetért, kérem készülni, és se jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. És a következő minősített többség szükséges rendelet elfogadásához, aki támogatja a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előbbiekben ismertetettek szerint, az kérem most szavazzon.
Köszönöm szépen, egyhangú. Köszönöm. Átérünk a negyedik napirendi pont tárgyalására, mely negyedik napirendi pontunk a helyi építési szabályzat újraalkotása. Ezt a munkát, ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, és elég részletesen tárgyaltuk, mintegy két éve kezdte el a képviselőtestület. A Térháló Kft. Alkotta meg magát az egész térképi rendszert, a rendeletet a jegyzőrral együttesen. Ebbe az anyagba Bábolna összes cégét megkerestük, és az ő igényeit, változtatási igényeiket is beledolgoztuk. Itt változtatás tekintetében a beépítési százalékok, a zöld felületek esetleges növelése, illetőleg az építmény magasságukra vonatkozó megállapítások is bejegyeztetésre kerültek ebbe a HÉSZ-be. Szeretném elmondani, hogy ez egy adott állapotot tükröző helyi építési szabályzat, tehát több helyen, több cég esetében felmentést is kell kérni, mert nincs egyáltalán zöld területe, mert minden beépített, lebetonozott, például egy helyi keltető esetében is, tehát ezekben az esetekben pedig plusz főépítési véleményekkel kiegészített anyagok is kerülnek megfogalmazásra. A rendeletalkotás menete, illetve a munkafolyamat menete, hogy most elértünk egy adott sarokkőhöz, a képviselőtestület amennyiben a mai napon elfogadja ezt a munkaanyagot, akkor újra visszakörül a térhálóhoz, akik különböző plusz anyagokkal felszerelve a mi építésügyi osztályunkon keresztül a szakigazgatási szerveknek, mintegy 30-40 szakigazgatási szervnek elküldik véleményezésre. Itt a légügyi hatóságtól kezdve a bányakapitányságig mindenki véleményt mond erről a szabályozásról. Ez körülbelül 30 napos határidejük van rá, így reményeink szerint a májusi testületi ülésen, ha ezek az anyagok beérkeznek, vélemények beérkeznek, akkor egy bedolgozást, átdolgozást követően ismét a képviselőtestület asztalára kerülnek, reményeim szerint egy végleges anyagként, majd ezt követően, ha a testület elfogadja, akkor kihirdetésre kös 30 napos határidővel hatályba lép. Több cég van egyébként, akik már jelezték, hogy várják ezeket a módosításokat, mert ez a további feltétel annak, hogy fejleszthessenek és építkezhessenek. Jegyző úr, valami további kiegészítést? Nincsen. Köszönöm szépen. Tehát még igazából még több lépcsős folyamat lesz, mire a képviselőtestület véglegesen meg tudja alkotni a építés szabályzatot. Hogyha a szakhatóságok véleményt mondanak, át kell dolgozni, úgyis még a rendeltervezet is ezt követően lehet majd főépítési véleménnyel együtt akkor a testületet terjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. A pénzügyi bizottság tárgyalt ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen. 25.2024-es számú határozatunkkal javasoljuk a képviselőtestületnek a helyi építési szabályzat teljes körű felülvizsgálatát és az új építési jogszabályok szerinti új helyi építési szabályzat megalkotását. Javasoljuk továbbá, hogy hagyja jóvá Bábolna város közigazgatási területére vonatkozó fejlesztési és rendezési terv készítésének megindítását. Az önkormányzat főépítési feljegyzésében meghatározott megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmára vonatkozó előírások elfogadását. Annak megállapítását, hogy új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, és hogy ne nyilvánítson kiemelt fejlesztési területté új beruházási területet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Itt szeretném kiemelni a határozatból, hogy a két utolsó bekezdés az rendkívül fontos, tehát egyrészt nem új beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. Ez annyit jelent, hogy az építési terület az a jelenlegi Rózserdő fölötti területrész, ahol a társasházi építés második és harmadik üteme van folyamatban, illetve az önkormányzatnak van telkesítésre kijelölt területe. Ezen kívül új építési terület nem lesz Bábolnán, illetve jelenleg nem lesz vásárolható csak ezek a területek, illetve kiemelt fejlesztési terület sem kerül megjelölésre. Azok a területek, amelyek vannak, azok a jelenlegi beépítési területként, de nem kiemeltként funkcionálnak. És amiről a pénzügyi bizottsági ülésen is beszéltem, szeretném ezt itt is ismertetni a testületi ülésen és a település lakosaival is, mert elég sok szóbeszédre adott okot, hogy munkásszállások kialakítása és építése van folyamatban itt a környéken. A épülő Ácsi közigazgatási területen a katódjának köszönhetően a helyi építési szabályzatunkba beépítésre került, hogy Bábolna területén munkásszállás
építésére nincs kijelölt terület. Tehát sem a kisvárosi, sem a kertvárosi, sem a vegyes területen, sőt, még az általános gazdasági területen is megjelöltük, hogy tiltott a munkásszállás építése. Itt elmondanám azt is zárójelbe, hogy természetesen az meglévő épületeknek az átalakítását is megfelelő véleményezéssel és engedélyeztetési procedúrával lehet megejteni, tehát lehetséges kialakítani, de szigorú szabályok között az építési hatóságok eljárása szerint. Hogy ez segít vagy nem, azt már nem tudom. Jó, valakinek kérdése e tekintetben? Tudunk szavazni? Akkor a pénzügyi bizottság által ismertetett határozati javaslatot képviselőtestületi határozattá emelnénk, tehát ugyanazzal a tartalommal, amelyet elnök asszony ismertetett, aki támogatja, azt kérem most szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. Köszönöm. Ötödik napirendi pont egy elég széles skálát ölel fel. Egészségügyi ellátók beszámolóját kértük be a márciusi testületi ülésre, illetőleg egészségügyi témakörben, mert ehhez kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete is beszámolta a tevékenységéről. Ugye tudjuk, hogy június 9-én választások lesznek, tehát most elég sok beszámolót fog meghallgatni a jelenleg regnáló képviselőtestület a mai napon az egészségügyi ellátásokról, aztán a májusban tájékoztatásra kerülnek a közbiztonsági beszámolók, különböző civil szervezetek beszámolói, tehát azzal, hogy ezt az évet, illetőleg ezt az önkormányzati ciklust megfelelően le tudjuk zárni, ezért tettük ezt a napirendi pontot már most a márciusira. Egészségügyi ellátók. A két alapellátó, Fatán doktor úr és dr. Tóth Beáta doktornő, dr. Kis Katalin gyermekorvos, Zsömbölygyei Erzsébet védőnő, a két fogorvosunk, Szatmári doktor úr és Vámos doktor úr, a fogorvosi ügyeletünk, illetőleg a bábolnai mentőállomás számolt be a tevékenységéről, valamint a kapszula gyógyszertár. Mindegyik napirendi pontot, illetőleg a napirendi ponton belül mindegyik beszámolót a Szociális Bizottság tárgyalta. Átadom a szót. A 20-tól 28-ig terjedő 2024-es számú határozatunkban bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek az egészségügyi ellátók beszámolójának elfogadását, és itt ugye a fogorvosi ügyeletnél kapcsolatban 15%-os áremelést is javaslunk elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezném a képviselőtestület tagjait, hogy bármelyik beszámolóval kapcsolatban van nekem valakinek véleménye, hozzászólása, nyilatkozata, kérdése, vagy tudunk egymást követően szavazni, mert itt külön-külön kell szavazni mindegyikről. Tudunk szavazni? Igen. Jó, akkor elkezdjük a szavazást. Elsőként a dr. Fatán BT 2023 évű beszámolójára szavaznánk a 2. számú házorvosi körzetről. Aki támogatja, most szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. A következő dr. Vámos Gábor fogorvosi körzetének beszámolója. Köszönöm szépen. Dr. Kis Katalin gyermekorvosnő, a körzet munkájáról szóló beszámolója. Köszönöm, egyhangú. A következő a 2023 évben végzett védőnői munkáról szóló beszámoló Zsömbölygyei Erzsébettől. Köszönöm, egyhangú. Ezt követően a Kapszula BT beszámolója a Báboldjai gyógyszertár működéséről. Köszönöm, egyhangú. Dr. Tóth Beáta beszámolója az egyes számú házorvosi körzetről. Köszönöm, egyhangú. A fogorvosi ügyelet 2023 évi munkáról szóló beszámolója, mert jegyző úr készített el az ő tájékoztatásuk alapján. Köszönöm, egyhangú. És a következő még a bábolnai mentőállomás 2023 évi munkájáról szóló beszámoló. Szavazzunk. Köszönöm, egyhangú. És végül, de nem utolsó sorban dr. Szatmári Ákos beszámolója a 2. számú fogorvosi körzetről. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a beszámolókat is, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát kívánunk az egészségügy tekintetében, és szeretném elmondani még azt a rövid összefoglalót, amit megtettünk a bizottsági ülésen is, hogy az egészségügyi központ felújítása van folyamatban, az alapellátó orvosainknak a rendelői kerülnek átalakításra, felújításra, valami bútorbeszerzés és eszközbeszerzés is folyamatban van. Köszönöm szépen a doktorok, az orvosok türelmét, illetve a lakosság türelmét is kérjük erre az átmeneti időre. Reményeink szerint egy 3-4-5 hetes időintervallumba lebonyolódik a teljes munka, és ezt követően már megfelelően kialakított körülmények között tudják fogadni a pácienseiket, betegeiket, orvosaink. Addig is a türelmüket és a megértésüket kérjük. Nagyon szépen köszönöm. 6. napirendi pont keretében tárgyaltuk a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezetének tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, amelyet a Szociális Bizottság tárgyalt. Köszönöm szépen! Bizottságunk javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezetének tevékenységéről szóló 2023 évi szakmai beszámolóját vegye tudomásul, és itt szeretném kérni a tisztelt lakosságot, hogyha van lehetőség, akkor a véradásokon minél többen jelenjünk meg, mert sajnos a beszámolóban olvassuk, hogy ez a szám egyre csökken évről évre, és ezt jól lenne, hogy kicsit így felpezsdítenénk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Valakinek hozzászólása, véleménye? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki a helyi Vöröskereszt tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja a 2023 évi munkára tekintettel, az most szavazzon. Köszönöm szépen egyhangú. Végeztünk a fő napirendi pontokkal, a 6. napirendi pontunkkal, 7. egyebek napirendi pontban két alpontunk van. Egyrészt a közbeszerzési tervünk módosítása, jegyző úr következik. Köszönöm szépen a szót. Ezt a tervet már másodszor kell idén módosítanunk, ugye egyszer januárban ez megtörtént. Azért kell kiegészítenünk a tervet, mert a turisztikai projektünkben szeretnénk beszerezni eszközöket. Itt igazából a selfie pont, okospadok és a bábolon feliratnak a beszerzésére kerülne sor. Ez viszont szükséges az, hogy ez a beruházás szerepeljen a képviselőtestületnek a tervében. Ez az egyik. A másik pedig a energiaközösséghez kapcsolódó közbeszerzés. Itt elmondanám azt, hogy a harmadik közbeszerzésünk, amely arról szólna, hogy beszereznénk egyrészt a töltőket, másrészt pedig a napelemeket, amiket már megvásolt az önkormányzat beszerelni kettes pontba, illetve hármas pontba busztöltőket szeretne az önkormányzat be. A busztöltős közbeszerzést azt muszáj különvenni, a harmadiktól negyedik közbeszerzésként kell kiírnunk. Ennek oka az, hogy a busztöltőkre vonatkozóan nincsen még EON engedély, olyan típusú EON engedély, ami alkalmas arra, hogy az önkormányzat a projekteket megvalósítsa. Olyan busztöltőt kell beszerezni, ami egyszerre alkalmas arra, hogy betöltsön a buszba, és onnan kivegyen az áramot, tehát kisütést is tudja a töltő. Még várjuk a EON-nak az engedélyét arra az eszközre, amely ezt lehetővé teszi, ezt követően lehet csak írni a közbeszerzést, tehát az, hogy ne kelljen várni a hármas közbeszerzés kiírására, ami a tárolók és a beszerelésnek a közbeszerzése, muszáj leválasztanunk a negyedik közbeszerzésnek a anyagát. Tehát ezt a kettő pontot szeretnénk kiegészíteni, és emellett, amennyiben megjönnek a tervek, majd a tégláriumnak a kialakítására, kiírnak közbeszerzés a tégláriumnak a kialakítására is. És igazából érdemes elmondani dolgot még egy napirendi pontnál, a energiaközösség közbeszerzéséről érdemes beszélni, de ezt gondolom polgármester asszonynak lenne igazából tiszta, mert ugyanis sikerült aláírnunk a szerződést a szoftver beszerzésére az energiaközösségnek, úgyhogy múlt héten indult a munka a fejlesztő céggel, és ha minden igaz, akkor őszre lesz Bábolnának az országban először olyan szoftverbeszerzés, ami alkalmas ennek a közösségeknek a komplett elszámolási, mérési és adatforgalmának a lebonyolítására. Úgyhogy ez egy nagy szó szerintem, úgyhogy köszönöm szépen a támogatást a képviselőtestületét az önkormányzattól. Köszönöm szépen! Köszönöm. Van-e valakinek kérdése a közbeszerzési terv módosításával kapcsolatban? Tudunk szavazni róla. Aki támogatja a közbeszerzési tervünk módosítását, hogy haladhassunk mindkét projektünkkel, az most szavazzon.
Köszönöm szépen, egyhangú. És akkor van még egy lakossági kérelem, Velesnész Kocsák Mária szeretne szót kérni. Tessék. Köszönöm szépen, itt a jó idő. Egyre több lakos keresett meg azzal a kéréssel, hogy az Ölbőre kivezető út állapota az nagyon-nagyon rossz, nagyon balesetveszélyes. Nagyon sokan mennek most már biciklivel, tehát nem csak személyautóval, hanem kerékpárral, rollerrel, gyerekekkel, felnőttek, fiatalok, idősebbek is. És hát ez ügyben kérik az önkormányzatnak a segítségét, vagy támogatását, hogy itt legalább Kisbábolnáig történjen valami az úttal, legalább kátyúzás, ha nyilván az út teljes felújítására nincs is lehetőség, hogy ez valósuljon meg, mert nagyon-nagyon balesetveszélyes, és a személyautókkal való közlekedés is nagyon balesetveszélyes már ezen az úton. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a bejelentést, és a műszaki osztály akkor felméri, ezt megnézzük. Kisbábolnáig a miénk, ahogy elnök asszony mondta is, ott ezen a részen kátyúzni is szoktunk, megpróbáljuk megtenni. Tehát április-májusban nyitnak nyitnak ki az aszfaltüzemek, tehát akkor szoktuk a település területén is a kátyúzást elvégezni, úgyhogy akkor ezt is hozzá fogjuk számítani, illetve felmérjük addigra. Köszönjük a bejelentést. A testületi ülésünk végére értünk napi rendi pontok tekintetében. A következő testületi ülésünk, ahogy már említettem, 2024. május 16-án lesz a munkaterv szerint, és rendkívül hosszú, még a mainál is jóval hosszabb napi rendi pont lesz, és napi rendi pontokkal tartítottan 16 fő napi rendi pontot tudok jelenleg, ami szerintem még bővülni fog. Ez lesz a testületnek a választások előtti utolsó rendes munkaterv szerinti testületi ülése. De ezt megelőzően most azt szeretném, arról szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy március 27-én a szerdai napon mindenkit várunk a Szabadidő Parkba, kicsiket és nagyokat egyaránt, tojásgyűjtő akciót fogunk bonyolítani a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan, amelyben egyrészt az alapszolgáltási intézményünk, másrészt a kulturális intézményünk is részt vesz a lebonyolításban, és remélhetőleg a harmadik intézményünk gondozói meg az intézményünknek a résztvevői, a gyerekek is részt vesznek a tojásgyűjtésbe. Úgyhogy mindenkit invitálunk, várunk erre, és reméljük, hogy a jó idő is jó lesz. Valakinek még további hozzászólási igénye, javaslat, amennyiben nincs, akkor a képviselőtestületi ülést bezárom. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy néztek bennünket, elnézést kérünk még egyszer a csúszásért, további szép estét kívánunk.